szeretettel köszöntünk benneteket a vakációs bibliatáborban 2024-ben is. Tegye fel a kacsóját az, aki tavaly itt volt velünk. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Akkor leteltitek a kezeteket. Akkor ti már fogtok majd tudni nekem énekeket mondani, hogy milyen énekeket énekeljünk. De most olyat választottam kezdésképpen, mert most énekelni fogunk, amit biztos, hogy ismernek azok is, akik tavaly nem voltak itt. Mert reggeli áhítaton nagyon sokat énekeltük. Hála, hogy itt a csendes reggel hála, ugye? Ezt ismeritek, ezzel kezdünk, jó? Ha így a fülemhez teszem a kezemet, az azt jelenti, hogy süket lettem és nem hallok elég jól, és az azt jelenti, hogy hangosabban kéne énekelni, jó? Na, akkor keresünk egy másik olyan éneket, amit tudom, hogy ismertek. Úgy kezdődik ez az énekünk, hogy a mélyből hozzád száll szavam. Ezt már nem tudom, ott meg nem tudom. Kérdést, hogy esetleg van-e olyan dal, van-e olyan ének, amit szeretnétek, hogy elénekeljünk? Mond. Kumbájá, van olyanunk. Megkeressük, jó? Egy pillanat. Yeah.
Van-e még olyan ének egyéb kívánság, amit szeretnétek? Mondd! Pillangós! Aha! Megkeressük a pillangós éneket. Jó. Mindenkinek megvan, ahogy kell mutogatni? Oké. Csendben az Úrra figyel. Ezt tudjuk, hogy mutogatjuk, ugye? Jó. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Oh,
szeretik a karalábét, nem gondoltam. Én nem szeretem, azért mondtam. Jó, van-e még dalocska? Ajtódon valaki kopog, így van. Hát most a székkarfáján tudsz kopogni maximum, vagy jó? Kicsi Katica bogár. Megkeressük neked a Kicsi Katica bogárt. Szeretném, hogyha lehajtanánk a fejünket, összetennénk a kezünket, becsuknánk a szemünket, tehát imádkozzunk. Uram Istenem, hálás vagyok neked azért, hogy ilyen sok gyermek itt van most ebben a gyülekezeti házban. Nagyon köszönöm neked, Uram, hogy mindannyian együtt, énekszóval, imádsággal téged dicsérhetünk, hozzád szólhatunk. Köszönjük neked ezeket a jó hangulatú, nagyon szép énekeket, amelyben téged dicsérhetünk, neked énekelhetünk tiszta szívből, lelkesen, vidáman. És köszönjük neked az imádságnak a csendjét, hogy most csendben valóban a szívünk rád figyelhet, ahogyan énekeltük is. Szívem csendben az Úrra figyel, aki segít. Erre kérünk most téged, segíts meg bennünket, legyél itt közöttünk, szólj hozzánk. Ezért imádkozunk hozzád, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Már az imádságban is hallottátok, és talán felfigyeltetek rá, hogy ahogyan az emberekkel beszélgetünk, lehet ugyanúgy Istennel is beszélgetni. Isten szól hozzánk a Biblián keresztül, és ti hogy tudtok válaszolni, mi volt az, kézfeltartással lehet szólni, tessék, hogy tudsz hozzá beszélni? Imádkozás. Nagyon jó. Témánál is vagyunk. A mai délelőttön két történetet is fogunk majd látni. Nagyon híres színészek érkeztek hozzánk, Oti néni, Judit néni, Márkó, és jó magam személyébe, nagyon híres neves színészek, és lesz majd mindjárt kettő színdarab. Az egyik egy ilyen nagyon modern, nagyon mostani lesz, képzeljétek el, tudjátok, hol játszódik a, mindjárt meg is mutatom. Járt már itt valaki? Én is, oké, köszönöm. Le lehet tenni a kezünket? Oké. Kezet le lehet tenni.
Rögtön a vasútállomásról eszünkbe jutottak a vonatos történetek. Ez is egy olyan történet lesz, ahol egy anyuka, meg egy apuka elég kétségbe esetten várják a gyermeküket, hogy érkezzen a vonattal, de hát sajnos itt most nem látunk vonatot, és nem tudjuk, hogy mi is fog történni. Csatlakozik majd hozzájuk, anyához és apához, egy kalauz, aki pedig megpróbál majd segíteni és útbaigazítást adni. Ezt a történetet hallgassuk meg most először. És figyeljük türelmesen, megérkezik-e anya és apa gyermeke. Te se látsz, anya, itt vonatot? Hol lehet már ez a vonat? Be kellett volna már érkeznie. Nem tudom, szívem, remélem nem történt semmi baj. Nem tudom, egy kicsit most már kezdek aggódni, mert azt olvastam a Facebookon, hogy nem lesz semmilyen vihar, jó időjárás lesz, és olyan hirtelen jönnek most a viharok, egyszer csak fákat tekernek ki, olyan hirtelen villámlással, dörgéssel, nagy esővel, és azt mondták, jó idő lesz erre, itt van ez az átkozott vihar, remélem nincsen semmi baj. Elnézést, de óhatatlanul is meghallottam, amiről beszélgetnek. Én kalauz vagyok, de az én vonatom sem érkezett még meg. Nincs vonat itt az állomáson. Nem tud valamit a 1530-as Budapestről érkező vonatról? Ó, azt várják. Tud róla valamit? Úgy hallottam az információs pultban ülő kisasszonytól, hogy azzal a járattal van egy kis probléma, de már nem emlékszem pontosan, hogy mi. Ha várnak egy percet, megkérdezem. Szerintem imádkoznunk kellene. Azt a lelkészek szoktak, hagyd már azt a vallásos butaságot, meg bolondságot, minden rendben lesz a nélkül is. Én azért imádkozom az Úrhoz. Sajnos rossz híreket hozok. A vonat vezetője szólt be egy pár perc rádión, hogy a sinek melletti fák egyikét a nagy szél kidöntötte, és éppen az egyik kocsira zuhant. Azt nem mondta, hogy vannak-e sebesültek. Jaj, szívem, mi van, ha? Jaj, maradj már nyugton, nincs itt semmi baj. Hát kicsi az esélye, hogy a szerelvény pont a fiunknak a kocsijára esse. Miért történne ilyen? Ne idegeskedj már feleslegesen, drágám, mindig idegeskedsz. Most sem akarsz velem imádkozni? Dehogy akarok imádkozni, hagyd békén. Elnézést. Rossz hírek érkeztek. Hogy? Ne! Jaj, ne! A villámlás miatt sajnos nem tudunk kapcsolatba lépni a mozdonyvezetővel. Továbbra sem tudjuk, hogy mi zajlik a helyszínen. Mégis arra kérem önöket, hogy őrizzék meg a nyugalmat. Őrizze meg a nyugalmam! Asszony, hát a fiam a vonaton van, hát hogy érezném meg, őrizném meg a nyugalmamat? Te meg hagyd már abba ezt az ájtatoskodást, ne imádkozzál már ennyit, mit kegyeskedsz, úgy sem segít neked, mit gondolsz? Na, hagyd már ott. Akkor mi segít? Na látod. Nem tudom. Mi nem tudunk semmit tenni. Vannak olyan helyzetek, amikor nem tudunk semmit tenni. Van, aki viszont igen. És én most hozzá könyörgök a fiam életéért. És ezzel nem fogok felhagyni, csak azért, mert te azt gondolod, hogy ez őrültség. Ha te így akarod, csináljad, csináld, amit akarsz, úgyis mindig az van. Hagyja rá, uram. Megyek, megkérdezem, hogy van-e valami fejlemény. Telik az idő. Meg itt imádkozik, csak semmi más nem csinál. Ahelyett, hogy valami értelmeset csinálna. Nem is értem. Aj, képzeljék, sikerült végre kapcsolatba lépni a mozdonyvezetővel. Azt mondta, hogy a fa valóban kidőlt, de csak egy vagon tetején tett kárt. A tűzoltók már leszették, és a vonat folytathatja az útját. Hála Istennek! Látod, nem történt semmi, nem kellett volna idegeskedned, meg itt össze-vissza imádkoznod. Nem estem kétségbe, én az Úrra bíztam a gyermekünk életét, és azt kértem, hogy vigyázzon rá. Jó van. Nem mondtam semmit sem.
megjöttem! Kisfiam! Sziasztok! Dupla ölelés! Képzeljétek el nem hiszitek, mi történt. Egy nagy vihar volt, és a vonatomra egy nagy fa rázuhan. Igen, tudjuk, kisfiam. De a legdurábbat még nem hallottátok. Képzeljétek, ez a fa pontosan arra a vonatra, pontosan arra a részére esett, ahol én ültem. És nagyon kis hiány múlott. Ha beszakadt volna a vonat, én már most nem élnék. Szóval mi ez a neve, isteni csoda? Még mindig butaságnak tartod az imádkozást? Na jó, nincs. Ennyi volt a színdarabunk. Ugye, amint láttátok, itt volt egy nagyon nehéz helyzet, ami miatt idegeskedett anya is, meg apa is. Miért is idegeskedett? Jelentkezéssel lehet mondani. Igen? Rádőlt a vonatra a fa, és mi volt, ami még nagyon idegesítette őket? Így van, a fiúk volt, tehát lehet, hogy arra a vonatra esett, amelyikbe éppen ott ült a kisfiúk, nagyfiúk, és nagyon-nagyon idegesítő lehetett az, hogy nem tudták, hogy mi van vele. És láttátok azt, hogy az apuka, hát én most kiléptem a bőrömből, mert én lelkészként sokat imádkozok, de ez az apuka, ez egy ilyen rosszul viselkedő apuka volt, mert nem akart imádkozni. Ő nem akart az Istenhez fordulni, hanem csak idegeskedett, meg bosszankodott, és ez nem segített, hogy ő itt hisztizett, meg ő megpróbált kiabálni a kalauzzal, meg elfordult, meg összeveszett a feleségével, ez egyik sem segített. Az anyuka viszont ebben a helyzetben elkezdett imádkozni, és ez segített. Ebből már rögtön megtanulhatjuk, hogy az, hogyha mi nehéz helyzetekben imádkozunk, az segíthet. Ha elkezdünk hisztizni, elkezdünk veszekedni, kiabálni, verekedni, nem tudom mit csinálni, az nem segít semmit ezeken az eseményeken. És látjuk azt, hogy az anyuka bízott abban, hogy az Isten segít, és bár rádőlt a fa egyébként, tehát sajnos beigazolódott, ami miatt aggódtak erre a vonatra, de a kicsi fiának, a nagy fiának nem lett semmilyen baja. Tehát imádkozott, mindent elmondott imádságban, a többit pedig Istenre hagyta, azért tudott ez az anyuka ilyen nyugodt lenni. Bármilyen helyzetbe kerülünk is, ebből ezt tanulhatjuk meg, ha Isten gyermekei vagyunk, akkor mi tudhatjuk azt, hogy a mi mennyei édesatyánk mindig vigyáz ránk és gondot visel rólunk. Lesz most akkor egy második történet, amit eljátszunk. Figyeljétek nagyon csendben. Egy olyan bibliai történetet fogunk elmondani, eljátszani. Egy olyan valakiről lesz szó, aki ugyanezt tudta, amit ez az anyuka, egy másik édesanyáról lesz szó. Csak tegyünk egy időutazást, 3000 évvel visszamegyünk az időbe, nagyon-nagyon visszamegyünk, és 3000 évvel ezelőtt lesz egy anyuka, meg a család, és ez az anyuka is tudta azt, amit itt a vasútállomáson az anyuka, hogy Isten egy nehéz helyzetben is, ha hozzáimádkozik, meg tudja adni azt, amit kér. Figyeljük akkor ezt a történetet, kivetítem a hátteret, egy szentély lesz, a silói szentély. Fogadjátok szeretettel akkor a színdarabunkat. Izrael egyik városában, Rámában élt egy ember, Elkána. Ő volt az apuka a családban. És két nő, két felesége volt, az egyik volt Anna, a másik volt Peninna. Peninnának volt néhány gyermeke, mondjuk 4. Forduljatok ki a többiek felé.
ők Peninnának a gyermekei. Jó, tehát neki voltak gyermekei, 4. De Annának, Elkán a másik feleségének nem voltak gyermekei. Elkána családostól mindannyian elmentek Silóba, a szentélybe, hogy a mindenható Istennek áldozatot vigyenek, és imádják őt, és megszólalt Elkána a férj. Úgy örülök, hogy minden évben itt lehetek, és áldozatot vihetünk Istennek. Adjuk hát Istennek most át ezt az áldozatot. Minden alkalommal, amikor Elkána átadta az ajándékot, az egész család közösen, a gyerekekkel együtt ők is odafordulhatnak, ünnepi ebédet fogyasztottak el, Elkána elosztotta az áldozati állat húsát, kiosztotta szépen a gyerekeknek, kiosztotta az asszonyoknak is a húsit, ahogyan egyforma darabokra vágta. Peninna és gyermekei egyforma darabokat kaptak, Anna azonban dupla adagot kapott, mivel Elkána nagyon szerette őt. Nézzétek csak, hogy hogy szereti. Ó, meg is tapsoljuk. Nagyon jó. Annak ellenére szerette őt ennyire, hogy Isten neki nem adott gyermeket. Tulajdonképpen miért kaptál dupla adagot? Neked csak egy fél adag járna. És nem, nekem pedig a dupla adag, hiszen neked még nincs gyermeked. De nekem már... Még egyet sem hoztál a virágra, mit képzelsz magadról? Elkána rád sem fog nézni többé. Gyere csak, add nekem a te pecsenyédet. Te úgysem fogod megenni. Így megy ez minden évben. Nem kell nekem már semmi. Egyáltalán minek is élek, ha nincsen gyermekem. Igaza van Peninnának, én csak egész nap sírhatok. De hát Anna, miért sírsz? Hát nem is eszel semmit. Azért szomorkodsz, mert nincsen gyermeked. Hát nem érek én többet 10 gyermeknél nála. Képzeljétek el, Anna napokig csak falatokat evett, sírdogált, nem is volt étvágya, rossz kedvű volt, ott is hagyta a többieket, és pár nap múlva bement a silói szentélybe. Éli, az öreg pap, az ajtóban ült egy széken, aki én leszek mindjárt, szűnni nem akaró zokogás közben imádkozott Anna, még a zsebkendőjét is elhagyta. Uram, ha adsz nekem egy fiú gyermeket, visszaadom neked, egész életében a tied lesz. És soha nem fogom levágni a haját, megígérem. Péter, olyan furcsán nézel ki, szerintem lehet, hogy még részeg is vagy, úgy glöggélsz itt. Hát meddig jajgatsz itt? Na, eredje aztán, aludd ki a mámorodat. Nem vagyok részeg. Nem vagy részeg. Nem vagyok részeg, csak nagyon szomorú. A fájdalmamat öntöttem ki az Úrnak, azért imádkoztam ilyen sokáig. Jól van, menj csak haza akkor, megvigasztalottál. Isten, Izrael Istene, teljesíteni fogja neked a te kérésedet. Viszontlátásra, emlékezzél rám. Áldjon meg téged az Úr. Anna, a gyermek nélküli édesanya, megvigasztalódva tért vissza az övéihez. Megint tudott enni, látták, hogy milyen boldog, nagyon vidám volt, nézzétek csak, milyen vidám. És aztán egy kis idő múlva elkezdtek beszélgetni Anna és Elkána. Elkána, Elkána, képzeled el, gyermekem lesz! Igen! Isten meghallgatta az imádságát ennek a gyermektelen édesanyának, Annának, és megfogant.
A következő évben Elkána újra elment családjával együtt Silóba, ígérete szerint egy nem mindennapi áldozatot akart vinni. Én még itthon maradok, de ha már majd a kis Sámuelt nem fogom szoptatni, elviszem őt az Úrnak, és örökre otthagyom, ahogy megígértem. Rendben, rendben. Tedd csak, amit jónak látsz, maradj bele, és hogyha nagyobb lesz, akkor vidd el Silóba. Hisszük, hogy az Úr megtartja ígéretét, ahogy eddig is mindig tette. Eltelt egy jó néhány év, és mikor Sámuel már egy néhány évvel idősebb lett, látjátok, milyen nagy lett már a megszületett Sámuel, édesanyja Anna elvitte őt Silóba, a szentélybe, és áldozati adományként egy 3 éves bikát, egy zsáklisztet és egy tömlő bort vitt magával. Miután Anna és Elkána az egyik bikát feláldozták, oda vitte Anna a kis Sámuelt Élihez, a főpaphoz, aki mindjárt leül a székre. Uram, emlékszel még rám? Igen, persze. Én vagyok az az asszony, aki néhány évvel ezelőtt itt álltam, és imádkoztam ezen a helyen, és ezért a fiúért könyörögtem, és Isten meghallgatta az én imáimat. Meghallgatta a kérésemet, és teljesítette azt. Itt van a kisfiam, Sámuelnek hívják, és én visszahoztam őt az Úrnak, hogy az ő élete legyen az övé. Hát akkor most azt kérem, hogy borulj le az Úr előtt, imádkozzál továbbra is, és együtt imádjuk az Urat. Mondjál hálaimeket Istennek. Köszönöm, Uram. Gyertek, gyerekek, ti is meghajolunk, jó négyen gyertek. Nem ti, tyutyutyu, akik szerepeltek. Gyere, Sámuel is jöjjön vissza. Innának a gyerekei. Gyere vissza. Jó szemben. Meghajolunk, jó? Te is meghajolunk. Köszönjük a szereplést. Köszönjük szépen a segítséget. Sőt, ügyesed, nehogy bele a problémába. Nagyon szépen köszönjük a szereplőknek, hogy előadták a színdarabokat. És az a nagy kérdésem, hogy mind a kettő esetben volt olyan az első színdarabban is, a vasútállomáson, és itt a Sámuel, kis Sámuel születésének a történetében is, hogy valaki idegeskedett. Az elsőben az apuka, a másodikban meg ugye Peninná, akinek volt már gyermeke, ő akart többet, meg ott idegeskedett, bosszankodott. Az a kérdésem, hogy segítette ez valamit a helyzetem? Segített? Nem segített. Az emberek próbálnak megoldásokat keresni a problémákra, meg a maguk feje szerint idegeskedve próbálják ezeket a dolgokat megoldani. Mi ezt tesszük, ahol tehetetlenek vagyunk, ott általában véve mi emberek próbáljuk megtenni a magunktól telhetőt, de nem mindig sikerül ebből semmit sem kihozni. És ez a bibliai történet most arra mutatott rá, hogy 3000 évesen volt másképpen, lehet Istenhez fordulni imádságban, a nehéz helyzetekben, amikor tehetetlenek vagyunk, amikor nekünk nem sikerül már az, amit szeretnénk, akkor láttátok, hogy 3000 évvel ezelőtt is, de a modern mai történetben is Isten segítségünkre lesz. Ehhez hoztam nektek egy aranymondást, ez a Jeremiás 29.12-ből van. Először én olvasom el, ha segítségül hívtok és imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Jeremiás 29.12. Most mondjuk el akkor együtt közösen, hangosan olvassuk fel. Ha segítségül hívtok és imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Jeremiás 29.12. És utána mosolyogni is kell. Azt nem kell felolvasni, de utána mosolyogni kell. Most még egyszer, akkor kérem, hogy most velem együtt a
fiúk olvassák fel, jó? Ha segítségül hívtok, és imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Jeremiás 29:12. Most akkor a lányokat kérem, szerintem ők sokkal hangosabban és ügyesebben tudják. Ha nagyon figyelj, most nehezítünk a feladaton, figyelj! Egyelőre csak egy sort tüntetünk el, de tudni fogjuk biztos, az elejét legalábbis, akkor most együtt mindenki. Ha segítségül hívtok, és imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Jeremiás 29:12. Mosoly, az is otthon. Figyelj, most még nehezebb. Ha segítségül hívtok, és imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Jeremiás 29:12. Figyelj, Borzi Laci bácsi eltünteti a képernyőről, varázsol. Csiribú csiribá eltűnt. Figyeljünk, elmondjuk így is. Nem látunk semmit, de mi tudjuk. Ha segítségre hívtok, és imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Tegyünk így akkor, csendesedjünk el, tegyük össze a kezünket, hajtsunk a fejet, és imádkozzunk hozzá Istenhez. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy itt van nekünk ez a lehetőség, hogy mi párbeszédben lehetünk veled, úgy, ahogyan az emberekkel szoktunk beszélgetni, úgy beszélhetünk hozzád is. Nem kell más tenni, összekulcsolni a kezünket, lehajtani a fejünket, becsukni a szemünket, hogy ne zavarjon más bennünket, és beszélni hozzád. Köszönjük ezt az ígéretet, hogyha mi tényleg segítségül hívunk tégedet, és meghallgatsz akkor, hogyha mi imádkozunk hozzád, bármilyen nehéz helyzetben is legyünk. Arra kérünk, Urunk Istenünk, hogy amikor nehéz helyzetekben vagyunk, akkor add, hogy ne idegeskedjünk, ne legyünk feszültek, ne hisztizzünk, hanem oda tudjunk rád figyelni, és akkor is elmondani azt az imádságot, hogy Uram, te megígérted nekem, hogy ha odafordulok hozzád, segíteni fogsz. Köszönjük a történeteket, hogy ott a vasútállomáson is megsegítetted ezt az édesanyát, és visszahoztad a szeretett fiát hozzá. És köszönjük neked azt, hogy egykor a kicsi Sámuel is megfogant, és ennek a gyermektelen édesanyának megadtad a kérését, hogy legyen neki gyermeke. Köszönjük, hogy Sámuel egykor megszületett, felnövekedett, és a népének a lelki vezetője lett. Arra kérünk, hogy így add meg a mi kéréseinket is. Erre kérünk téged, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Oh,
Amen.